A bántalmazások után a férje bezárta Mónit, vagy kikötözte a lakásban, hogy ne tudjon orvoshoz menni. Ha a bántalmazás súlyossága miatt mégis muszáj volt orvoshoz engedni, akkor a férfi elkísérte és ellenőrizte, hogy ne beszélhessen a sérülések valódi okáról. Így Móni általában háztartási balesetekre hivatkozott, neki ment a kredencnek. Amikor Móni a nannyhoz fordult, már enyhenyugtatókat szedett. Magas volt a vérnyomása és gyomorfekéje volt, ami egyértelműen összefüggött a bántalmazással. Ekkor a testi erőszak úgy két hetente fordult elő. A tipikus forgatókönyv az volt, hogy a férfi arcon ütötte ököllel, hasba rúgta, majd folytogatta és késsel fenyegette. Január végén telefonon beszélt a NALEM munkatársával. Megbeszéltük, hogy a segítője másnap meglátogatja őt a kórházban, és hogy mit vigyen, mit fogadna szívesen. Nem volt jól, a hangja nagyon gyenge és kásás volt. Másnap délelőtt Móni telefonját, már az édesapja vette fel, és elmondta, hogy Móni meghalt.